Számtalanszor van, hogy nincs időm elmenni vidékre, termelőhöz, és akkor egy ilyen nagy hipermarketben vásárolok. Ennek van egy technikája, hogy hogyan. Össze szoktam írni minden ételnek minden tartozékát, és kiírom, hogy zöldség, szárazáru, hús, mirelit, mi van otthon, és e szerint teszem meg az utamat. És ha így vásárolnak, időt spórolnak, egyébként frisset lehet venni, jót lehet venni, és ugye ezt már számtalanszor megbeszéltük, az egészséges étkezésnek az alapja, hogy frissből készítem otthon az ételt. Na, nézzék meg, most ez következik. Környezetbarátként, amit találtam otthon, már elhoztam, úgyhogy lehetőleg minél kevesebb zacskót. Kell egy kis fehér répa is, ugye ezen rajta van a petrezselyem, ezt azért veszem, mert rajta van a petrezselyem, zöldök, azt nem kell külön vennem. Ez pedig azért, mert nagy és könnyebb pucolni, hatékonyabban lehet pucolni. Hopp, fokhagyma is kell. A vöröshagymát azt szerint szoktam kiválasztani, hogy nagyság szerint, hogy hogy kényelmes nekem vágni. Kicsit kisebb, mint a teniszlabda nagyságú hagymákat szeretem, mert ez a kényelmes. Puréhagymából ezt a közepesen vastagot szeretem, ennél már levágták a leveles részét, mégis mindig, mikor fölhasználom, előtte félig bevágom, mert a termesztés miatt lehet közte sok-sok homok. Félig bevágom, folyóvízzel kimosom, és egyébként azért szeretem még a puréhagymát, mert nem kell sokat pirítgatni, konkrétan nem lesz büdös a lakásban, nem lesz ételszag, és puha, tehát hamarabb elkészül, mint a vöröshagyma. Na, itt is a gomba. Ez nagyon fontos tudni, hogy ugye ennek a gombának az a neve, hogy csiperke gomba. Ennek meg az a neve, hogy barna csiperke. Úgy kell gombát választani, hogy aminek zárva van így a lemeznél, a feje a lemeznél, az friss gomba. Ez az egyik. A kettő között egyébként csak a szín a különbség, és van, amikor megszokták pucolni, én sose szoktam megpucolni, mert pont az az érdekes, hogy a barna színű gombának a színe is sokszínű legyen, az ételtől ez színességet ad. Nem kell, most megmondom, nem kell, ha véletlenül megvásárolják otthon, és kinyílik, és megbarnul egy kicsit, vagy megmossák, és azért barnul meg, akkor érdemes lehúzni, hogy szebb legyen, de nincs jelentősége. Úgyhogy én most ezt a gombát meg is veszem, igen, és ugye arra nagyon figyeljenek, mert sok nejlonzacskó, meg a bálnák megeszik, meg a mikro műanyag a tengerekben, hogy ha lehet, amit egyszer használtak már ilyen zöldségnek, otthonról hozzák el, és újra azt használják föl, mert azzal is lehet egy kicsit védeni a környezetet. Na kérem szépen, ezt most elteszem, és nézzék meg, nekem is ennyire mindegy, hogy barna vagy fehér csiperke, hogy egy zacskóba teszem. Itt a piros kaliforniai paprika, az is jó, de a kápia paprika is nagyon jó, és hát ez egy kicsit kedvezőbb árban is. Tulajdonképpen nekem két darab kell most, gyönyörű, friss, azt lehet megnézni, azok az igazán friss darabok, aminek nem nagyon van összeszáradva itt a teteje, ahol leszaggatták.
és semmiképpen sem ráncos a bőre. Jó napot kívánok! Kérnék szépen egy fél kiló lapockát. Jó. Ja, az itt van. Abból igen. Egy fél kilós darabot. Úgy, nagyon jó lesz. Köszönöm szépen, az elég is. És egy picit tartsa már ide nekem, legyen szesi. Azért veszem ezt a húst, mert nézzék meg, sovány, de mégis van benne egy kis zsíros rész, és ennek a levesnek ez a legtökéletesebb. Tehát ilyen ragunak általában a lapockát szoktam választani, sőt, darált húst is. Igen, ezt kérném szépen. Veszek egy kis sajtot. Van, amikor különleges dolgot teszek az ételbe, és itt hallottam, hogy van egy különleges trapista sajt, ami 9 hónapos érlelésű, és majdnem olyan ízű, mint a parmezán, viszont csak harmadába kerül. Na most ezt kipróbálom. Csokolom. Meg lehet kóstolni is, hogy ezt szeretném. Addig ezt is megkóstolom, biztos, ami biztos. Kicsit vásárolok sajtot, akkor rögtön elkap a kóstolási hér. Ezt nekem kéne vágni, könnyebben menne. Nagyon finom. Tényleg hasonlít a parmezánra. 15 deka elég is. Köszönöm szépen. Csokolom. Egy finom rakott kelt készítek csirkecombbal, minden ismerős lesz, minden ugyanúgy készül, mint régen, csak egy picit kalória csökkentett. Fogom azokat a nagyobb leveleket, és leszedem a káposzta fejről, kivágom a torzsáját, és akkor könnyebben jönnek le a levelek, így. Ugye ezzel fogom kibélelni a tepsit. Ami meg több lett, azt összevágom laskára, és belekeverem a töltelékbe. Itt a forró víz, megy bele a levél. Egy kicsit lefedem, és amíg ez itt forrázódik, megsózom a csirkecombot. Meg is borsózom. Szórok rá egy kis szegfűszeget. Forró serpenyőbe megy az olaj. Ugye figyelmetlen voltam, kicsit nedves volt a csirke, ezért pattog a zsír, ahogy a víz beleér. Erre vigyázzanak, mert könnyen megégethetik a kezüket. Megfordítom a csirkecombot is. Kiveszem a káposztát. Erre a lére szükségem lesz, hiszen ez most már valamiféle alaplé. Ezzel fogom a gerslit fölönteni. Na tehát. Itt van a csirkecomb, szépen megsült, illetve elősült. Így. Erre a finom sülő zsírra megy rá az árpa gyöngy. Így. Kicsit megpirítom egy kevés fokhagymával. Így. Olyan 2-2,5-szeres mennyiségű vízzel föl is fogom önteni. Így. Lefedem, és szépen megpárolom. Na, addig jön a tepsi.
egy kevés olajat öntök bele. Körbefolyatom, és megy bele a káposzta, de a káposztának ezt a torzsa részét, hogy könnyebben formálható legyen, egész egyszerűen levágom. És amikor kész van a gersli, erre fogom rátenni. Addig előkészítem a többi káposztalevelet is. Körülbelül 10 perc után így néz ki az árpagyöngy, van még rajta lét, takarékon van, és most hozzáadom a reszelt zöldséget. Van itt nekem egy kis sárgarépa. Tehát az a lényege, hogy ezt a zöldséget viszont nyersen keverem a gerslihez. A kelkáposztáról fontos tudni, hogy a beltartalmi értékeit tekintve az energiatartalma alacsony, a fehérje zsírtartalma elhanyagolható, szénhidrát tartalmát tekintve is a legalacsonyabbak közé tartozik. Fontos tudni, hogy illóolaj tartalma azért van, tehát hogyha főzzük és nem nyersen esszük, akkor nyugodtan főzővizet el lehet önteni, illetve nem muszáj, hogy fedőt tegyünk a főzés alatt rá. Nyersen is fogyasztható, nagyon jó saláták készíthetők belőle. Ma Magyarországon azért nagyon szívesen használják, egész évben megtalálható a zöldségeseknél. Magas vitamintartalma van, viszont ezek hőérzékeny vitaminok, tehát főzésnél azért ezt be kell kalkulálni, hogy itt nagyon sokat elveszíthet belőle. Itt van hozzá egy kis póréhagyma is. És gyakorlatilag a forró árpagyönyhöz hozzáadom. Nagyon fontos, hogy ilyen sok zöldség legyen, mert különben csak úgy magában az árpagyöngy, hát nem az az íz halom, tehát azt kell mondanom, hogy jól be kell ízesíteni, jó sok zöldség kell hozzá, és akkor ez megvan, elkeverem. Belefektetem, vagy belehalmozom a tepsibe, de csak az egyik felé. Így. Egy kis tejfölt kikeverek, lehet joghurt is persze, tojással. Így. És ennek is a felét ráöntöm az árpa gyöngyre, elsimítom rajta, megy rá egy pici reszelt sör, és most belefektetem a csirke combokat. És jön a gersli másik fele. Megy rá egy kis tejföl, ugye amiben a tojás van, így. És gyakorlatilag befedem a kelkáposztával, de ahogy nézem, kettő elég, az összes többit, hogy ne menjen kárba, szépen összevágom, ilyen újnyilaskára. Ezt is rászórom, betakarom a káposztával, és a maradék tejföld, ugye ami tojásos tejföld, elterítem, elkenem rajta, és miután ez az étel teteje, hogy jól is nézzen ki, vastagon megszórom sajttal. Így, ez majd szépen rásül, a csirke készre sül, a csirkének az isteni finom szoftja belefolyik a gerslibe, úgyhogy egymást ízesíti a sok alapanyag, mert alig várom, hogy a végén megkóstolhassam. Megy be a sütőbe, és körülbelül egy olyan 35-40 perc 180 fokon. Elkészült, megsült, szerintem finom lett. Így.
szerintem nagyon finom, és higgyék el, hogy nem az az őrült, fullasztó, tömös étel. Na, sikerült jól elvágnom? Igen. Jó étvágyat kívánok! Egy villámgyors vacsorát ajánlok a figyelmükbe. Egy kis megfőzött lencse. Ha vörös lencséből csinálják, akkor elég jól leforrázni. Az nagyon hamar megpuhul. Ez a lencse sem volt több, egy negyed órát főztem. Ez elég. Teszek hozzá egy kis hagymát. Lencsének sok fajtáját ismerjük. Magyarországon szerencsére fel is használják elég sok fajtáját. Ilyen például a vörös lencse, a fehér lencse. Készíthető belőle leves, akár főzelék, akár saláta. A hüvelyesek közül a lencsét kiemelném, magas fehérje tartalma van, vízben oldódó és vízben nem oldódó szénhidrátokat is tartalmaz. Elkerülhető a puffadás, hogyha a főzővizet leöntjük róla, illetve hogyha nem teszünk fedőt a főzés alatt rá. Beilleszthető akár fogyókúrázók diétájába is, hiszen nagyon előnyös beltartalmi értékeket produkál. Mindenbe szoktam jó sok petrezselymet tenni, nem tudom miért, de nagyon szeretem. Nem kell nagyon kicsire vágni. Ez is belemegy. És akkor most jön egy kevés citrom. Egy kevés méz. A lencse és a méz érdekes módon nagyon finom együtt, és gyakorlatilag egy pici olajat is öntök hozzá. Só, bors, összekeverem. Na nézzék meg, ez önmagában is jól néz ki. Teszek hozzá egy kis joghurtot. És el is készült a nagyon egyszerű lencsesaláta, édeskés, savanyú, finom, forró serpenyő, így nagyon kevés olaj, és itt van egy camembert sajt. Ugye a camembert az úgy finom, hogyha a puha közepét tesszük ki, félbevágom, és nézzék meg, egész egyszerűen elkezdem sütni, addig sütöm, míg a közepe így megmelegszik, és folyós lesz. Gyorsan kitálalom az ételt, itt egy mély tányér, így ide teszem a tányérra. És amikor folyós a camembert sajt közepe, nézzék meg, szépen puhul, itt már látszik, ráteszem, és kész is a vacsora. Ráteszem a salátámra, hát, hogy még szebb legyen, még egy kicsi zöldet is vágok hozzá. Így. Nagyon szeretem a sűrű, teli leveseket. Ugye, azokban viszont liszt van, meg rántás, meg minden ilyesmi. Most megpróbálok egy olyan sűrű leves készíteni, ami azért ennél könnyebb, és mégis ugyanolyan ízű. Hát, ugyanúgy kezdem, mint bármelyik más leves, egy kis hagymát vágok. Meg kell mondanom, itt kompromisszumot kötöttem, kihagyom a szalonnát, bár nagyon szeretem az ízét. És ha végig gondolják, hogy a szalonna, hogyha mondjuk egy 3-4 dekát beletesznek egy 2 liter levesbe, akkor fejenként, ugye az mondjuk 4 fő, akkor fejenként mindösszesen 1 dekányi szalonna jut, tehát az nem olyan nagyon nagy probléma. Nyilván lehet kompromisszumot kötni. Na, itt a hagyma, egyik fele. Megy bele az olaj, és hozzáadom a hagymát.
Mindig azt mondja a rendező, ne nyúljak le ide, mert csúnya a fejem bubja. Először is szép a fejem bubja, másodszor meg ott van a kéztörlő, úgyhogy kénytelen vagyok lenyúlni. Pirul a hagyma, fölkockázom a húst. Ez egy sertés lapocka, de aki nem akar sertést, az csinálhatja soványabb húsból is. De az az igazság, hogy ez a finom hús hozzá. Mostanában egy cégnek dolgozom, és mindenféle ételekkel kísérletezünk, tehát új ételt próbálunk előállítani, sertés, marha és szárnyas ízben, és azt kell mondanom, hogy mindegyikkel nagyon finom, de a legízletesebb a marhahús, és utána pedig rögtön a sertés hús következik, és csak azután a szárnyas. Ez persze egy egyedi értékrend, ez az én értékrendem. Van, aki a szárnyas szereti, annak az a legfinomabb. Megkeverem a hagymát. Ez most nagyjából elég is lesz. Rádobom a megpirult hagymára. Elkeverem. És hozzáadom a zöldséget is. Az igazság az, hogy itt a zöldséget úgy szoktam, hogy rögtön beleteszem az elején, és engem nem zavar, hogyha elmállik, szétázik, az íz a lényeg, főleg ha otthon készítem. Nyilván, ha étteremben vagy vendégeknek, akkor nagyon fontos, hogy kocka alakú maradjon a zöldség, akkor egy kicsit később teszem bele. De itt most az íz a lényeg, ez is megy hozzá. Amikor egy kicsit odapirül, akkor mindig fölöntöm egy kevés vízzel, és akkor megvan az a finom pörkölt illat, íz, és most rövid szavban párolom tovább. Hozzáadom a gombát is. A gomba a növény és az állatvilág határán billeg valahol, de miért is mondom ezt? Hiszen a gombának van egy úgynevezett kitin páncélja, olyan, mint a rovaroknak, amit úgy lehet egyébként fellazítani, vagy emészthetővé tenni, hogyha roncsoljuk, mondjuk daraboljuk, vagy pürésítjük, vagy turmixoljuk, és így javíthatunk az emészthetőségén. Ezért szoktuk ezt mondani, hogy se nem növény, se nem állat. Viszont nagyon magas a fehérje tartalma, nagyon jó, aminósabb összetétellel bír, éppen ezért szoktuk javasolni a vegánoknak is, hogy a gombát az bátran fogyaszthatják. És adok hozzá rengeteg kaprot. Ez ilyen szárított, liofilizált kapor. Nagyon jó. Egy. Most teszem bele az árpagyöngyöt is. Ezt azért szoktam, nagyon jó tarhonya helyett. Meg a kinézetének is jót tesz. Nem tarhonya, csipetke helyett. Egy. Meg egy kis bors is megy rá. Természetesen a fokhagyma sem maradhat ki. Ezt most így szétnyomom, és úgy vágom apróra. Hoppá, hoppá! A piros paprikát kifelejtettem belőle. Nézzék meg, rövid lében kiadta a levét, kiadta a színét a paprika. Megy rá egy kis víz. Én nem tudom, mikor rövid szavban párolok valamit, akkor olyan, mintha jobb lenne az íze. Lehet, hogy csak magamat csapom be, de már így szoktam, meg így csinálom. Na, körülbelül egy fél óra is nagyjából föl fogom önteni. Hozzáadom a zöld borsót. És ami a megszokottól eltér, adok hozzá egy kis majorannát. Ugye hát azért gondolják csak végig, hogy a majoranna és a malac, azért egy szilveszteri malacnál majoranna nélkül nem nagyon mi rugunk labdába. És hogy egy kicsit más legyen ez a leves a megszokottól, teszek bele egy kevés mustárt is. Így. Sőt, nem keveset, sokat. Hűha, ha esetleg nem tudnák, hogy mi az, hogy szilveszteri malac, a majorannás malacsüket úgy szoktam hívni, hogy szilveszteri malac júliusban is. Na, beleöntöm a vizet. Elértem, nézzék meg, milyen gyönyörűséges sűrű levesem van. Még fő egy, hát mondjuk egy negyed órát is kész.
Ennyi volt, ez körülbelül egy óra. Kiteszem. Ha gondolják, adjanak hozzá egy kis joghurtot, tejfölt, de így önmagában is nagyon finom. Legyenek mindig jót, élvezzék az ízeket.